Sziasztok, Attis vagyok a Fightshowból, és ismét termékbemutató következik, ezúttal pedig a saját táskánkat, a Premium Fighter Backpacket fogjuk nektek bemutatni. Megszokhattátok, hogy ezekben a videókban általában mindent belepakolok a táskákba. Most hasonlóan tettem, de nem pakoltam bele annyi cuccot, mint szoktam, tehát sípcsontvédő, stb. Meg fogom mutatni, hogy belefér, de látni is fogjátok, hogy belefér. Maga a táska nem kicsi, 75 literes, inspirált minket a Neokamu táska, viszont még az csak, ugye, mint a neve is mutatja, terepszínűben van, megcsináltuk ezt az elegánsabb fekete arany kivitelt. Nézzük, hogy mit rejt a táska. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nagyon-nagyon sokszor van nekem, hogy reggel rohanok. Kéne edzeni, edzést tartani és bejönni dolgozni. Na ilyenkor nagyon jól jön egy ekkora táska, ugyanis tényleg minden belefér. Ez most elfoglalt egy elég nagy helyet, ugye ez a mexikói pajzsunk. A kompakt. De kicsit gyakoroltunk mást is, szóval ez is kellett a mikromittünk. Nekem is kellett bunyóznom, tehát kellett a 14-es kesztyűm. És ha már dolgozni jövök, akkor kellett egy gymball, kell egy laptop, hogy tökön ne rúgjon valaki, miközben edzünk. Nem ártott egy jó acélszuszpenzor. Itt általában esernyőt hordok, de ma nem fog esni. Van itt bandázs. Egy fogvédő, két fogvédő, tehát tényleg minden van, ami kell. És hogy ne felejtsük el, alul itt van a váltócipőnek és a szennyes ruhának is a hely. Tehát most mindjárt pakolunk egyet bele is, hogy lássátok, hogy tényleg mennyi minden elfér bele. De én általában egy ilyen pakkal közlekedek, kényelmesen. És akkor most tényleg jöjjön az a verzió, amikor telepakoljuk a táskát. Ugyanis nem olyan hétköznapi cuccokat hordtam én magammal, de nézzük, hogyha edzésre használod a táskát. Először egy kicsit körülírom nektek. Itt hátul benne, nem tudom mennyire látható a videót, van egy úgynevezett laptop tartó tok. Itt kapott egy kisebb zsebet, ugye a tárcáknak, gyűrűnek, órának, stb. Elő van egy viszonylag nagyobb zseb, itt is lehet fogvédőt tartani, akár kettőt is, mint láthatjátok. Oldalt kapott két nagyobb rekeszt, valamint lent kapott egy ilyen cipzározhatót. Én ezt cipőknek, szennyes ruháknak, ilyesmiknek szoktam tartani. Na akkor menjünk végig most A-tól Z-ig, mi is kell az edzéshez. Ugye kezdjük azzal, hogy mondjuk egy, nem, kickboxolunk, tudjátok mit, hogy a sípcsontvédő is beleférjen. Tehát kell ugye egy Thai box nadrág. Jó, itt a Thai box nadrágom. Összehajtottam. És már be is raktam. Kell egy póló, egy rásgárd, esetleg egy aláöltöző. Pontosan ezért levesszük az asztékot, leveszünk egy basic rásgárdot, bocsánat, ez most innen. Szóval levettük az asztékot, levettük a basic rásgárdot, és be is rakjuk. Oké, kellene egy szuszpenzor. Premium Fighter acélszuszpenzor. Ezt elrakom ide oldalra, tudjátok mit? Lássuk, hogy azért itt is vannak tényleg rekeszek. No. Ezen túl vagyunk, kéne ugye bandázs. Semmi baj. Tudjátok mit? Ezt is berakom oldalra. Hogy tényleg mindenbe kihasználjuk. Szóval van. Szóval van. Thaibox nadrágunk, felsőnk, aláöltözőnk, szuszpenzorunk. Elsőnk fogvédőből van kettő is, mint már láttátok. Tehát ezt ide berakjuk. Bandázsunk van. Kéne kesztyű. Legyen mondjuk, hát ismét egy 14-es. Berakjuk a pattaját. Nagyon jó kis kesztyű, ugye? Kickbox, Thai box edzésre megyünk. Szépen. Nem, rakjuk ide mondjuk. Ben van a kettő, és akkor ugye kéne egy sipi is, hogyha már rugdosulni fogunk. Ezért szépen megfogjuk. A laptop táskát, laptop tartót egy picit átalapítjuk ide. És így
úgyhogy tökéletesen beleférjen. És tudjátok mit? Vigyünk el egy fejvédőt is, biztos, ami biztos. És így már be is zárhatom a táskámat. Van még bent hely a táskában, tehát ez azt jelenti, hogy beférne akár ide a törölköző, beférne bármi. Viszont itt van például az iskolázó kesztyű. Be tudnánk ide tömöríteni, de most nem akarjuk túlpakolni a táskát, ezért ide le. Itt szennyez cuccok, törölközők, nadrágok, bármit lehet tartani. És csak behelyezem ide, szépen be is tudom húzni. Van jó kis tartója. És nincsen tele a táska, srácok, tehát még mindig nagyon könnyű. Akár a fejvédőt ide is lehetne rakni. Ha megtetszett a táska, főleg ebben az elegáns színben, akkor a webshopot látogasd meg, vagy az alábbi linkre kattints, már meg is vásárolhatod, vagy gyere ide hozzánk be, 1036 Budapest, Pacsirtamizi utca 11, és nézd meg személyesen ezt a táskát. Köszönöm szépen a figyelmeteket!